Sziasztok, Borkajak, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videó egy sorozat összegző lesz. Megint meg fog a bajom ennek a videónak a felvételével, mert ha a világon van egy szó, amit nem tudok kimondani mondatba foglalva, az a sorozat. Úgyhogy valószínűleg tízszer lesz már elegem, mire ezt befejezem, majd egy részét a dühöngéseimnek benne hagyom a videóban, hogy szórakozatok rajta, de mindegy. Ennek a videónak az első része, ha jól emlékszem, június-július körül ment ki a csatornára, amiben meséltem arról, hogy milyen sorozatokat néztem meg az évnek az első felében. Most pedig arról fogunk beszélni, hogy mit néztem meg a második felében. Meg kell mondjam, hogy nagyon elgondolkoztam, hogy egyetem vegyem fel ezt a videót, mert az első fél évvel ellentétben, konkrétan július után alig néztem valamit, és ha néztem is, akkor abbahagytam pár rész után, és belekezdtem valami másba, és ugye mondtam nektek az első ilyen videóban is, hogy olyanokról fog beszélni, amiben már legalább egy teljes évadot befejeztem. És hát most sokkal kevesebb ilyen van, de azért gondoltam, hogy beszéljünk róla, ha már megígértem nektek, hát ha valakinek tudok mutatni valami érdekeset, nézzük is meg akkor, miket néztem meg 2021-nek a második felében. Kezdjük is akkor a Peaky Blinders nem is hozottál ami magyarul a Birmingham bandája, ha jól emlékszem. A Peaky Blinders az egy Netflixes sorozat, és ebből én fél év alatt két évadot néztem meg, meg egy kicsit. Az első évadot azt nagyon hamar, nagyon kevés időn belül megnéztem, mert lettenesen érdekelt, és ez továbbra is így van, egyszerűen csak, mivel ez egy történelmi ihletésű sorozat, annyira tömény minden rész, és annyira hosszú, hogy nem mindig van hozzá energiám, hogy figyeljek rá, úgyhogy ezt így nem nézem annyira gyakran már, mint szoktam, viszont mindenképpen beszedném majd fejezni. Mi már mondtam ebből 2021-ben, két és fél év néztem meg nagyjából, egyrészt olyan 40-50 perc szokott lenni egyébként, és ez egy ilyen ír történelmi sorozat, ami a 20. században játszódik. Rengeteg híres színész szerepel ebben a sorozatban, kezdve Hillian Murphy-vel, aztán Helen McCrory, illetve hát Tom Hardy is, hogy nagyon jó színészek vannak benne, és rettentően hangulatos. Engem már az első rész beszippantott, és főleg, hogy ugye anglisztikás vagyok, és az ír kultúrát és történet is nagyon szeretem, annyira érdekes volt nézni minden részt, mert tényleg hangulatos, és izgalmas, és érdekes, úgyhogy ha valakit az ilyesmi érdekel, akkor nagyon tudom ajánlani. Netflixen van fent, azt nem tudom, hogy van-e magyar szinkron, biztos lennie kell, ha magyar címe is van, nem tudom én angolul szoktam nézni, de egyébként felirat az van, ha jól tudom, még nekem az első részén első 10 percében be kellett kapcsolni a mert hiába vagyok angol szakos, annyira kemény ír, akcentussal beszélt egy-két karakter, hogy szinte semmit nem értettem. Úgyhogy hozzá kellett szoknom nekem is. Úgyhogy ebből eddig kicsivel több mint két évadot néztem meg, és mindenképpen szeretném folytatni. Annak a két évadnak egyébként összesen négy csillagot adtam. Aztán megnéztem a Star Wars Visions nevű sorozatot. Ez egy Netflix es animációs sorozat, és minden részben más történetet követhetünk benne. Ezek, ennek eddig egy évada jött ki, szeptember végén indult, ha jól emlékszem, szeptember 22-én, és hát én végignéztem az egészet. Meg kell, hogy mondjam, hogy maga az illus... hát nem is illusztrációk, nem tudom, hogy mondják ezt, a képi világ, az nagyon ötletes és elképesztően egyedi volt, úgyhogy ez nagyon tetszett a sorozatban. Ezen kívül érdekes karaktereket is meg, illetve történeteket. Mindegyik rész ilyen 15, maximum 20 perc, de hát inkább 10-15. A második volt az egyik kedvencem, az olyan aranyos volt, de egyébként az összes rész aranyos, és érdekes, és tud újat mutatni. Én nagyon ajánlom, főleg, hogyha az animációs ilyen sorozatokat kedvelitek, van olyan része, ami enyhén az animékre hajaz egyébként, és nekem nagyon tetszett. Én erre négy és fél csagot adtam az ötből, nem tudom, hogy lesz a második évad, de ez az egy az nagyon jó volt, úgyhogy ha lesz, akkor mindenképpen szeretném folytatni. Aztán történt az, hogy hát lekerült a netflix az agymenők, és nem tudtam mit nézni. Én az agymenőket az elmúlt, nem tudom, tíz évben szerintem rengetegszer újra néztem már, legalább 20 -szor, tehát az összes rész kívülről fújom, de amikor ki akarok kapcsolódni, vagy egyszerűen tanulok a koliban, vagy eszek a koliban, akkor mindig azt kapcsoltam be, mert az egy ilyen kis kikapcsolódás volt nekem. Viszont így, hogy lekerült, hogy más kellett keresnem, és akkor megláttam, hogy már fent van Netflixen, az így jártam ajánlatokkal. Az így jártam ajánlatokkal volt az én komfort sorozatom az agymenők előtt, és már nagyon régen láttam belőle akár egy epizódot is, mert ugye lekerült a Kamezi a műsorlistájáról és így feküdt Netflixre, végignéztem az összes évadot tavaly, ami azt hiszem, hogy 9 vagy 8 évad. Ezek ilyen nagyjából 20-25 perces részek, ez egy sitcom, szóval ilyen egyszerű, vicces, aranyos sorozat, és én nagyon szeretem, és most, hogy megnéztem így sokkal idősebb emberként, sokkal szórakoztatóbb volt egyébként, hogy ezt is nagyon szerettem, és fent van Netflixen, négy csillagot adtam rá. Aztán megnéztem a Marvelnek a What If nevű sorozatát is, megint nem tudtam kimondani, ami egy Disney Plus sorozat. A What If minden epizódban főleg egy különböző vagy több különböző karakterre fókuszál, és egy rövidebb történeteket mutat be az alapján, hogy mi lett volna, ha valami más, hogy történik a Marvel univerzumban. És itt például van egy rész, ami nagyon erősen fog kapcsolódni a Doctor Strange Multiverse of Madness nevű filmhez majd, van egy rész, ami Dr. Strange-re fókuszál, és arra, hogy mi lett volna, ha nem a kezét veszíti el, úgymond, tehát nem kezd el remegni a keze, hanem helyette a szerelme hal meg, és így a szívét veszíti el, úgymond. És ebben a Dr. Strange karakter, akit ugye követünk benne, az szerintem kapcsolódni fog egyébként a filmhez, úgyhogy ezt a részt legalább nézzétek meg, Hogyha meg akartok majd nézni a filmet, szerintem. Ezen kívül egyébként minden rész egy ilyen feltevésre fókuszál, és nekem nagyon tetszett a sorozat. Ez is animációs és szórakoztató volt, érdekes volt, rövid volt, tehát nem volt az, hogy elterülődne a figyelmem közben. Úgyhogy ezt is tudom nektek ajánlani. Rá négyes félcsillagot adtam, és Disney plus van fent. Igen, és ebből is egy évad van, és nem tudom, hogy lesz-e második, de az első az nagyon jó volt, úgyhogy ha lesz, akkor mindenképpen megnézem. Aztán mostanában volt egy ilyen korszakon, főleg 2021-nek a nagyon végén, tehát ilyen november körül, amikor a koliban ülve, így kikapcsolódásként megjött a kedvem ahhoz, hogy valamiért ilyen bűnügyi sorozatokat nézzek, úgyhogy így kezdtem el nézni az I Am Killer nevű sorozatot is. Nem tudom, hogy mi a magyar cím, egy pillanatra elgondolkoztam, de sajnos nem tudom, hogy mi az. Valami olyasmi lehet, hogy gyilkos vagyok, és gyakorlatilag ez egy dokumentumfilm sorozat, amiben minden rész más emberre fókuszál. Ezek az emberek egyre egyik bűnözők, akik halálsoron vannak, illetve hát halálra ítélték őket az amerikai Egyesült Államokban, és elmondják, hogy mi is az ő bűnük, és ezen kívül még ilyen családtagok, pszichológusok, és egyéb emberek, akik kapcsolódnak ehhez, ők beszélnek az egész dologról. Ez egy nagyon érdekes folytat egyébként, és ha már nem néztem meg csak úgy nagyjából az első évadot, nem is tudom, hogy van a második egyébként, de én nagyon élveztem, mert hihetetlenül érdekes volt, és amúgy is szeretem könyvekben is a hasonló műfajokat. Úgyhogy ha valaki az ilyesmit szereti, akkor ezt tudom ajánlani, Netflixen van fent. És hát nem adtam csillagot, mert ez egy dokumentumfilm sorozat, ami halálbüntetésről szól, úgyhogy nem éreztem, hogy csillagoznom kéne, de tényleg tudom nektek ajánlani. Aztán, ha már úgy a bűnögyi részen vagyunk, illetve a thriller részen, megnéztem a Te című sorozatnak a második évadát. Az elsőt még akkor néztem meg, amikor elolvastam a könyvet, mert ugye az első évad az nagyjából az első könyvet dolgozva fel, és úgy gondoltam, hogy most akkor elkezdem a második évadot is, mert igazából öntve leszek, a TikTokon valamiért tele volt vele úgy, hogy nem is nézem már, folyamatosan bedobta róla a videókat, és hát egy, egy, nagyon picit el is nekem, de úgy gondoltam, hogy akkor most már megnézem, úgyhogy megnéztem a második évadot. Tehát az egyébként megnézni a harmadikat is, a második az elég érdekes volt, nekem jobban tetszett, mint az első. Az elsővel az volt a problémám, hogy maga a női karakter, olyan a könyve is, egyszerűen irritáló volt számomra, és nem is nagyon érdekelt, hogy mi lesz vele, viszont a másodikban sokkal érdekesebb volt szerintem a női karakter, és szerintem ellopta a sót joe -tól nagyon-nagyon szeretem, és sokkal érdekesebb volt. Úgyhogy, ha valakinek esetleg az első évad nem tetszett, akkor még mindig tudom nektek ajánlani a másodikat, mert szerintem érdekesebb volt, és négy csillagot adtam rá, Netflixen van fent. Belekezdtem egyébként a Vaják nevű századba is, és ha bár nem fejeztem be a teljes második évadot, úgy éreztem, hogy meg kell említenem. Az elsőt én még akkor néztem meg, amikor felkerült Netflixre, ezután olvastam az összes könyvet belőle, és hát azóta várom, hogy jöjjön a második évad, és most végre ki kikerült a Netflixre, viszont egy kicsit lassan haladok vele. Ennek is főleg az az oka, hogy nagyon hosszú egy rész, és engem azért a hosszú részes adatok annyira nem tudnak lekötni, mert egyszerűen nem félek rá annyira, vagy egyszerűen eltörülnek a filmem egy idő után. Úgyhogy lassan haladok vele, eddig három részt néztem meg, az a három tetszik, és hát igaz, hogy egy kicsit máshogy haladunk egyébként, mint ahogy egy, mint a történet halad magában a vaják könyvekben. De eddig nagyon érdekes, és látom, hogy sok mindenben fejlődtek, és nagyon tetszik. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen lesz, mint már mondtam, fel van Netflixem, és ez a második évad, eddig ennyi van kint összesen. Csillagot nem adtam rá, mivel, hogy nem néztem végig. Aztán a Marvel részéről felkerült még a Disney Plus-ra a Hawkeye című sodat is, ami ugye sólyomszemet követi. És ha már én nem kedvelem annyira a karaktert, kíváncsi voltam erre a sodatra, mert hát mindent megnézek, ami Marvel. És kíváncsi voltam arra, hogy két a karaktere hogyan fog belekerülni ebbe a világba. Úgyhogy végignéztem az egész első évadot, és azt kell, mondjam, hogy két Bishop, és nem fogsz folytatni egy másik karakter, aki benne volt, volt az egyetlen érdekes dolog benne. Ezen kívül az egész az ilyen karácsonyi hangulatú, mert karácsonykor játszódik, akkor, amikor a no Way Home egyébként, ha jól emlékszem. Nem vagyok benne biztos, de. Maga az egész ilyen karácsonyi, könnyed, vicces dolog akar lenni, és nekem ezt tetszett, de egy kicsit úgy éreztem, hogy túlságosan is elhumorizálják, vagy hát elsiklanak maga a cselek felett. Úgyhogy erre három csillagot adtam, kétnek a karakteren nagyon tetszik, viszont volt egy karakter, és most tényleg nem fogsz folyozni, és nem fogom emelni, ki az, de volt egy karakter, aki egy gonosz egy másik Marvel sorozatban, és aki tényleg ilyen, ilyen komolyan vehető gonosz, és érdekes, és ebben az utolsó pár részben volt igazából benne, de annyira elhumorizálták, és annyira szerencsétlen volt benne, hogy egyszerűen én felháborodtam. Úgyhogy erre emiatt három csillagot adtam végül, Disney plus van fent, ha jól voltam, összesen hat rész van, ha jól emlékszem, és hát amiatt mindenképpen megéri megnézni, mert egyébként ilyen karácsony, ilyen téli hangulatú, vicces, és hát megismerjük két bishopot, de ezen kívül három csillagot adtam rá. Az utolsó dolog pedig, amit néztem, az nem más, mint a partműsor. Ez egy ilyen rajzfilm sorozat, amit amikor még gyerek voltam, nagyon sokat néztem az öcsémmel, tehát amikor én ilyen 11-12 éves voltam, pedig ilyen 5-6, akkor még ment a Cartoon network és én imádtam, és ő is, és így úgy gondoltuk itt tényleg, hogy mi lenne, ha elkezdenénk újra nézni, és hát fenn van hbo n úgyhogy végignéztük az első évadot. Én az öcsémmel rendszeresen szoktam ilyen külön nézni vele együtt, és egyébként még animációs téren elkezdtük a Rick és Mortit is, csak még azt sem fejeztük be. Ez a parkműsor, ez valami annyira vicces, hogy esküszöm, ha már ez egy gyerekeknek szánt sorozat? így felnőtt fejem még sokkal viccesebb, mint amilyen volt, nem tudom, tíz évvel ezelőtt. Nagyon szórakoztató volt, és az első évadot néztük végig. Én öcsémmel adok rá egyébként, imádom. Az egyik kedvencem volt régen is, és most is kívül, ha bár decemberben csak egy része ment ki, meg szeretném említeni nektek a The Book of Boba Fett című sorozatot is. Azóta egyébként már több része is kijött ennek a Star Wars sorozatnak, és mindiget megnéztem. Csupán azért nem gondoltam, hogy meg akarom említeni először ebben a videóban, mert ugye decemberben csak egy rész jött ki, de átgondoltam, miért ne beszéljünk akkor erről is. Szóval ez egy Star Wars sorozat, amit meg kell mondjam, hogy nagyon vártam. Mert Boba Fettnek a karaktere számomra elég érdekesnek tűnik, viszont a filmekben és a sorozatokban elég keveset tudunk róla, pedig egyébként van benne potenciál, úgyhogy elkezdtem megnézni ezt is. És szerintem erről az egész sorozatról majd a 2022-es videóban fogok beszélni, mert még nincsen vége, egyébként pont amikor ezt feleszem, most fog a negyedik része. De azt kell mondjam, hogy eddig érdekes, és egy-két dolgot leszámítva szerintem nagyon is jó sorozat, viszont tényleg majd úgy jobban belemenni, mert majd akkor akarok beszélni róla, amikor végignéztem, csak meg akartam enteni, hogy van egy ilyen is, és hogy elkezdtem ezt is nézni. Ezeket néztem én 2021 második felében, mivel mondtam, nem egy tetemes mennyiség, és nem néztem közel sem annyi sorozatot, mint amennyit néztem 2021 első felében, de hát ez van. 2022-ben is vannak olyan dolgok, amiket nagyon várok, és az a terén. Ilyen például hát magának a Book of a vége, ezen kívül végre a Kenobi sorozat. Annyira várom, hogy kijöjjön az Obi-Wan Kenobi sorozat, hogy ezt nem tudom elmondani. Benne lesz Aiden Christensen. Benne lesz Anakin. Nagyon jó lesz. Az a sorozat biztos, hogy nagyon jó lesz. Mindegy. Ezt meg szeretném nézni majd mindenképpen. Ezen kívül gondolkoztam azon, hogy elkezdem a Disney-nek a Harley Quinn animációs sorozatát, mert annyian ajánlották már, ha már nem szeretem a DC-t, azon gondolkoztam, hogy akkor megnézem ezt is. Ezen kívül pedig még a síhákot nagyon várom, illetve a Moon Knight nevű ami majd március 30-án fog jönni, ha jól emlékszem. És a Mandalorianak a harmadik évadát vártam még, viszont azt, ha jól tudom, eltolták, úgyhogy erről nem tudok információkat. Ezett volna az én 2021-es sorozat összegzőmnek a második fele. Kommentben írjátok le, ha ti valamelyiket megnéztétek, és hogy nektek hogy tetszett, vagy csak simán az, hogy ti mit meg 2021-ben. És köszönöm szépen, hogy ezt a videót megnéztétek, találkozunk a következőben. Sziasztok!